Dicsértessék a Jézus Krisztus! Tisztelettel és szeretettel köszöntöm kedves nézőinket! Baudelaire szerint a sátán legnagyobb trükkje az, hogy elhiteti magáról, hogy nem létezik. Ezért fogunk beszélgetni a sátánizmusról, ördögűzésről, Halloweenről és életveszélyes webes kihívásokról. Szabó József atya a vendégem a stúdióban, az EGRI szeminárium spirituálisa. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindörökké, amen! Hogyan láthatjuk meg, hogyan tapasztalhatjuk meg, hogyan van jelen az életünkben a sátán, aki ugye elhiteti magáról, hogy nem létezik? Az első és legfontosabb, hogy a Szentírásból induljunk ki. A Szentírásnak a tanítása egyértelműen megvilágosítja, hogy van gonosz lélek, már maga az ősbűnnek a története is, Jézus is beszél róla, és amit nehéz észrevenni, és így tudjuk észrevenni, hogy a sátán a hazugságnak az atya. És azért mondom, hogy nehéz észrevenni, és így tudjuk észrevenni, hogy ellentmondás van ebben a mondatban, de hogy mivel ő a hazugság, ezért a hazugságot kell észrevenni az életünkben. Mert legfőképpen a hazugságon keresztül működik. Ő az ős ellenség, aki kezdettől fogva hazug, és ő, aki le akarja rombolni az Isten művét, és a fő célja, vagyis egy gonosz lelkekről beszélünk, akik hát nagyon sokan vannak, nem tudjuk, hogy hányan, de nagyon sokan, de a fő céljuk, hogy az Istent megalázzák, és legfőképpen azáltal, hogy a teremtménye is, legfőképpen az embert, hogy az Istentől elvigyék, és a fő cél, hogy az ember elkárhozzon. És ha a munkálkodása pedig úgy jön elő, hogy a világban lévő különböző zavarok, amit persze lehet magyarázni pszichológiai síkon, szociológiai síkon is, és hogy a gonosz beteszi a lábát, és ezért nehéz igazából megkülönböztetni, de hogy Szent Ignác mondja, amikor azt látjuk, hogy valami, amit teszünk, amilyen folyamatok vannak, az Istentől elvisz, eltávolít, ott már mindenképpen vannak emberi tényezők is ebben a dologban, de a gonosz oda már beteszi a lábát, és ezt a folyamatot úgy előmozdítja, hogy igazából nincs is baj. Többször beszélgettem emberekkel, hogy tulajdonképpen nincs is baj, mégis valami megy tönkre családban, kapcsolatokban, és nem tudják, hogy mitől van. És ezért nehéz megragadni, és az ember a hazugságot, ha elhiszi, akkor igaznak veszi, és így nem tudja lebuktatni magát a hazugságot, mert ő azt igaznak hiszi el, amit hazugságként kapott valahonnan, vagy az ördög vagy a gonosz sugallja számára. Ezért ilyen nehéz, meg ilyen ellentmondásos ennek a felfedezése. És a Szentírás is számos helyen utal a gonosznak a létére, mind az Ószövetségben, mind az Új Szövetségben. Egyértelműen végig kíséri, tehát mondom, hogy fő a bűnbeesésnek a története, az a sok baj, ami az Ószövetségben is történik, tulajdonképpen a gonosz ott van mögötte, vagy gondoljunk Jób könyvére, amikor megjelenik az Úr széne előtt, és hogy az Úr eldicsekszik azzal, hogy láttad a szolgámat, hogy milyen jó ember. És persze, hogy jó, mert mindenem megvan egészséges, és az Úr megengedi, hogy először elvegye a szeretteit, a vagyonát, utána elvegye az egészségét, tehát többször van rá utalás, úgy is megjelenik, mint aki vádol. Zakariás próféta könyvében, mint aki vádol, vagy Jelenések könyvében, aki éjjel-nappal vádolja az Istennek a fiait. De úgy is megjelenik, mint kísértő, gondoljunk Jézusnak a megkísértésére, ott pedig én így szoktam mondani, hogy gondoskodó szülői énben van. Ami azt jelenti, hogy ilyen jóságosan, megengedően, kedves hangon, hogy rábesz, hogy nyugodtan tedd, mert nem lesz ebből semmi baj, az Isten úgy is szeret téged, meg különben is más is ezt csinálja, nem lesz semmi baj, mint egy jóságos szülő, aki megenged, aki ott van persze bátorít, vigasztal, és hogy buzdít arra, hogy tegyen meg a rosszat, és amikor megtettem, akkor pedig vádlóként jelenik meg, hogy te akarsz pap lenni, te vagy hitoktató, te jársz templomba, nem szégyeled magad, te akarsz imádkozni, tanítani embereket. Meg Jézus is beszél róla világosan, arról, hogy a gonosz jelen van, ott vannak az ördögűzések, amikor nyíltan a Szentírás elválasztja attól, amikor valamilyen betegségből gyógyít meg valakit, meg külön van arról szó, amikor a gonosz lelket vagy lelkeket űzi ki egy szeméből. És hogy Jézus ura a gonosz léleknek, és hát az is, ami a fő tanítás, hogy Jézus Krisztus a kereszthalálával megtörte a gonosznak a hatalmát, azonban, hogy Szent Ágoston kifejezi, a gonosz olyan, mint a láncos kutya, vagyis meg van kötözve, ugatni tud. Az ugatás az a hazugság, tehát hazudni tud, kísérteni tud, de aki az Istenben él, és betartja azokat a szabályokat, azt a gonosz nem tudja megmarni. Aki elhiszi a hazugságot, ott már
sok baj tud tenni ennek az életében. Hogyan fejleszthetjük az immunrendszerünket a tekintetben, hogy minél kevésbé legyünk kitéve ilyen kísértéseknek, hiszen egy pici kaput is engedünk, akkor az már nagy baj lehet. Hát a legnagyobb, idézőjelben mondom, védekezés, ha valaki bízik Jézusban, és az életszentség útján jár. És ez a rendszeres, mély személyes imádság, a szentségekkel való élés, tehát a szentgyónás, rendszeres szentgyónás, szentmise, szentáldozás, akkor az imádság például a rózsafűzének óriási ereje van. A gonosz elleni küzdelemben, és hát van sok imádság, amivel az ember egyrészt, hogy az Istenhez egyre közelebb kerüljön, másrészt pedig, hogy a gonosznak minden cselvetését üzzel tőlünk. Például most a Szent Atya is kérte, hogy a rózsafűzér imádság után kérjük a Mária közbejárását, az oltalmad alá futunk kezdetű imádsággal, és amit még 13. Leó pápa írt 1834-ben, ez a Szent Mihály Arkangyal védelmez minket a küzdelemben, hogy minden rózsafűzér után imádkozzuk el. Látva azt is, hogy a gonosz egyre jobban támadja az egyházat, a belső botrányok, a legnagyobb keresztény üldözés most van, itt a 2000 év alatt, tehát hogy a sátán erősen dolgozik, és hogy ezzel az imával is kérjük, hogy az Úr győzedelmeskedjen, amúgy ő a győztes, és hogy a gonosz pedig eltávozzon, vagyis ha az ember az Istenben kapaszkodik, az Istenben él, az az igazi védelem. Hogyan tudunk önvizsgálatot tartani, hogy vajon bennünk van-e, vagy mennyire van bennünk a gonosz lélek? Hát bennünk azért nincsen, mi a Szentlélek templomai vagyunk, ha már valakiben benne van, az a megszállottság, az már egy külön kategória, hogy a kísértésként viszont bennünk van. És ha megint a legjobb úgy mérce, hogy a gondolkodásmódom milyen, és az életem milyen. És itt a referenciapont mindig az evangélium, Jézusnak a tanítása. Például, ahol a gonosz valaki be tud engedni az életébe, az egyik legnagyobb kapu, az maga meg nem bocsátás. Erről sokat is beszélek, amiatt már sokszor nem is tűnik, vagy ártatlannak tűnik, vagy miért bocsássak meg, már el is felejtettem. És ha Szent Pál apostol írja az Efezusiakhoz írt levélben, hogy ne nyugodjék le a nap haragotok fölött, ne adjatok teret a sátánnak. Vagy hasonlókat ír a II. Korintusi levél 2:10-ben. Tehát, hogy a meg nem bocsátással a gonosznak kinyitjuk a kaput. A másik, ami miatt ez a téma annyira aktuálissá vált, itt az ezotéria, az okkultizmus, a New Age-nak a különböző praktikái, amik egyre erőteljesebben terjednek, de nem úgy, hogy mint a gonosztól jövő dolgok, hanem mint praktikák, mint gyógymódok, vagy amik segítenek abban, hogy boldogabbak legyünk, vagy jobban tudjunk tanulni. Tehát az életet megkönnyítő, a vallásoktól független praktikák, amik abszolút nem veszélyesek, bárki bármilyen vallású lehet, nyugodtan gyakorolhatja, és hogy itt a gonosz, itt teszi be a lábát, ez a két legnagyobb kapu, és mivel ez az ezotéria annyira erősödik, ezért most már egyre erősebben előjön a gonosszal, a New Age-el, okkultizmussal és az ördögűzéssel való foglalkozás, vagy valami, mint téma is egyre jobban érdekli az embereket. És ugye van olyan ártalmatlannak tűnő dolog, mondjuk például a horoszkóp, ami szintén talán ide sorolható, hiszen csak elolvasom, hogy mi vár rám a jövő héten, lehetek én itt, lehetek ott, lehetek férfi, lehetek nő, a születésem meghatározza, hogy nekem a jövő héten szerencsém lesz-e mondjuk a pénzügyekben. Igen, és amikor keverednek, mert mindenképpen hat ránk a környezetünk, de itt annyira le van bontva apró, hogy a szerelemben ilyen lesz, a munkában ilyen lesz, ami az ember determinálja. És ha valaki akarja, hanem mindenképpen hat rá, hogy most nem fog sikerülni, már előre elkezd félni, és ami a lényeg, hogy mi a kegyelem rendjében élünk. Tehát az Isten az Ura mindennek, és az Istenben minden lehetséges. Tehát a vele való kapcsolat, a benne való bizalom, és a parancsainak való engedelmesség, meg hogy az ő életét éljük, az határozza meg az életünket, és hogy hathatatlan különböző dolgok, időjárás, valakinek vérnyomás, lemegy, felmegy, tehát ilyenek vannak, de maga a kegyelem rendjében élünk, és ez a meghatározó. Ez pedig úgy kiteszi, hogy a sors, a fátum irányítja az életünket, és hát sok mindenben nem tehetünk mást, és ha a kapcsolatban például meghatározza a csillagjegy, hogy milyenek a kapcsolataim. És a kapcsolataimat a szeretet parancsa határozza meg az, hogy a Jézus szeretetével szeressem a másik ember, nem pedig az, hogy milyen csillagegyben születtem. Mert hiszen ez egyfajta passzivitásra sarkalja azt, aki ebben elkezd hinni, hogy valóban ne próbáljon a saját sorsán változtatni, vagy saját magán segíteni, másokon meg pláne.
Vagy ami még veszélyesebb, hogy mivel ezt mondja rólam a horoszkóp, ezért ezt meg is teszem, amit mond rólam, és ezért most, amit írnak rólam, azt is fogom tenni. Tehát ez a tudatalattiba befészkeli magát. Igen, meg determinál, meg ami a legveszélyesebb mindig, hogy az Istentől hogyan viszel, mindig ez az alapkérdés. Amikor a lelkek megkülönböztetéséről beszélünk, hogy valami az Istenhez közelebb visz, vagy távolabb visz. És sokszor ezek úgy visznek távolabb az Istentől, hogy persze valaki imádkozik, még templomba is járhat, mégis több mindent már nem bíz az Istenben, nem a Szentírás határozza meg, hogy Jézus mit ír a szeretet parancsáról, hanem a horoszkópon mit ír. És jó ember vagyok, templomba járok, de szépen lassan elindul egy eltávolodás, amit nem is veszek észre, de már nem az Istenben érzem a bizalmamat, hanem már külső dolgokban, meg hogy mit mondanak a csillagok, vagy emberek, vagy mások mit mondanak rólam, és ez már az Istentől szépen távolít. És ez előbb-utóbb át is billentheti az embert, és akkor egyfajta látszatvallásossággá fajul, vagy akár el is távolodik teljes mértékben. És hát arra is látok nagyon sok példát, hogy valaki például elkezd valamit gyakorolni, és utána látja, hogy vannak más eszközök is, és azt is mondják, hogy ez milyen jó, ez hogy gyógyít, ott a rejki, meg különböző dolgok, és ezt is szeretném kipróbálni, és utána megindul valamilyen folyamat, és egyre mélyebben belekeveredik valamibe, ami úgy tűnik, hogy jó, de később látszik, hogy valami nagyon nincs a helyén benne, de nem tudja, hogy mi az. De közben már az Istentől egyre jobban eltávolodott, és nem is tudja, hogy hová kell visszatérni, hogyan kell visszatérni. Tehát egy bizonytalanságban van, és megint a hazugság atya szépen elvezeti, és úgy, hogy nem is tudja, hogy mi történik vele. És ezek a csoda gyógymódok az elesett embereket kísértik elsősorban, de a kísértésből jut mondjuk akár egy csúcsvezetőnek is, aki egy önmegvalósító tréningen nyitja ki ezeket a kapukat. Egyértelmű is, ami az alaptanítás, hogy ha az erőket nézzük, van az úgynevezett természetes erőt, a fizika-kémiának a törvényei, akkor a szupernaturális erő, ez az Istennek a tevékenysége, akár szenteken keresztül, tehát ide tartozik minden csoda, és csodát csak az Isten tud tenni. Akkor is, hogyha ezt Pió atyán keresztül teszi, ott nem Pió atya teszi, hanem az Isten. A szűzönye sem tud csodát tenni, az Isten tesz általa. Tehát mindig az Isten a főszereplő, és van a, így fogalmaz a teológia, a préternaturális erő, ami még a természetesen belül van, de mivel a gonosznak angyali a természete van, ezért ő tud olyan dolgokat, amit mi nem értünk, vagy nem tudunk megtenni. De még az a természetesen belül van, tehát nem szupernaturális, és ezek gyakorlatilag ezzel az erővel működnek. És sokszor ezekben megjelenik, hogy erők, akkor magasabb intelligencia, energia, tehát ilyen meg nem nevezett energiák vannak, amiket az ember befogad, átalakít, együttműködik, a mágiában ezeket használja, és nincs kimondva, hogy ez az erő, ez most tulajdonképpen ez micsoda. Nem Isten, nem is személy, intelligencia, ez is nehéz megfogalmazni, hogy mi ez tulajdonképpen, de tulajdonképpen ez a préternaturális erő, és a Helena Blavatsky, aki a teozófiának egyik alapítója, ki is mondja, hogy ez mind Lucifernek a fényénél történik, tehát az okkultista személy Lucifer fényénél látja a valóságot, és ezzel a préter naturális erővel, most a gonosznak az erejével történnek ezek a sok ember csodának nevezi, de nem csoda, hanem különböző erő megnyilvánulások, ami sokszor először tényleg pozitíva. Tehát a gonosz elhúzza a mézes madzagot, és valaki meggyógyul, eltűnnek különböző szimptomák, de utána később visszaüt, és hát azt is sajnos látom, hogy időnként embereknek eltelik az életében akár 10-20 év is, hogy minden rendben van, és utána összeomlik, közben nem jár templomba, az Istentől eltávolodik, és utána valami összeomlik az életében, és nem tudja, hogy mi az, próbálná megint ezt a metódust követni, de valahogy nem működik, és a gonosz csak elhúzza a mézes madzagot azért, hogy az Istentől elvigye, és utána a fő cél mindig, hogy ezek az emberek elkárhozzanak. És ezek eszközök abban a gonosznak a kezében, hogy így vezessen meg embereket. És ennek létezik, ha úgy tetszik, intézményesült formája is a sátánizmus köpenyében, hiszen vannak, akik már vallásszerűen művelik ezt. Hát igen, a sátánizmusnak is több fajtája van. Tehát valami kifejezetten sátánista egyháznak is nevezi magát, vagy ilyen 1960-ban alakult, vannak bejegyzett, a sátánista egyház, mint elfogadott bejegyzett egyház, még Olaszországban is,
és hogy vannak a sátánizmusnak ilyen rejtett formái, ami tulajdonképpen ezzel az erővel működnek, vagy a fehér mágia, ami tulajdonképpen a fehér vagy fekete, az a, ugyanaz a lényege, a fehér, ami különböző erőkről beszél, a fekete mágia, meg kifejezetten kimondja a sátánnak a nevét is, meg hogy ilyen sátánimádó. És hogy ezek a furcsa szó ez rámondani, az egyház, mert az egyház magyarul az ittház, az üdvösségháza. És a sátánista egyház az pedig a kárhozatnak a ház, hogyha így lehetne fordítani, ahol ez kifejezetten, tehát itt embereket képeznek, vannak sátánista papok, vannak olyan sátánista gyülekezet vagy közösség, ahol nincs ez a kultikus formája, de van példa, ahol kifejezetten megünneplik a kultuszt. Nálunk is van a direktórium, ahol be vannak írva egész évre az ünnepek, például a sátánista egyháznál, ahol vannak a kultikus sátánizmus, ahol vannak áldozatok, meg vannak emberáldozatok is, ott pedig kifejezetten van direktóriumuk, és például a legnagyobb ünnep, a főünnep, az a október 31-éről a november 1-ére virraló éjszaka, az az éjszaka, amikor ez a főünnepük, amikor át lehet adni a sátánnak az életet, ekkor szoktak bemutatni áldozatokat, és aki át akarja adni a életét a sátánnak teljesen, akkor ekkor szokták átadni. És ezek lesznek az igazi okult személyek, akik nagyon veszélyesek, mert ha ők elátkoznak valakit, akkor az, ha nincs a kegyelemmel szentsége körülvéve, akkor sok bajt tudnak okozni, a gonosznak az erejével. És ugye akkor már kilukadtunk a Halloween ünnephez, erről majd egy picit később beszélünk. Most beszéljünk magáról az ördögűzésről, ez egy picit ilyen avit középkori fogalomnak tűnik, illetve néhány évtizeddel ezelőtt készült film, ami ördögűző címen jelent meg. Mi az egyház álláspontja az ördögűzéssel kapcsolatban? Tehát egyértelműen II. János pápa, most már a Szent II. János pápa világosan tanítja, hogy aki nem hisz az ördög létezésében, az tagadja az evangéliumot. Akkor a pápák is egyértelműen, Ferenc pápa és Benedek pápa is egyértelműen, hogy az ördögűzés létezik, és szükség van rá. Tehát a gonosz működik a világban. Ez egy nagyon fontos igazság, hogy és sajnos időnként akár még egyházi személyek is tagadhatják azt, mintha a gonosz, tehát a rossznak a kivetítése lenne, meg különböző ilyen elméletekkel állnak elő. Nem, a gonosz benne van a Szentírásban, angyaloknak lettek teremtve, de fellázadtak az Isten ellen, Jelenések könyvében Mihály és angyalai küzdöttek ellenük, ők lettek a gonosz lelkek, és hogy ők, akik az Istentől eltávolodtak, most az angyali természetükből sok minden megmarad, de sok mindent elveszítettek. És ők, az első Péter levélben olvashatjuk, mint ordító oroszlán módjára körüljárnak a világban, és keresik, hogy kit nyeljenek el. Tehát egyértelműen működnek, és most, hogy ez az okkultizmus, ez a New Age, vagy tulajdonképpen a sátán behívásának ezek a különböző módozatai így elkezdenek virágozni, így tulajdonképpen a megszállottság, meg a gonosznak a tevékenysége is felerősödik, azért, mert emberek beengedik, vagy behívják magát a gonosz lelket, legtöbbször tudatlanul. Tehát nem is tudják igazából, hogy mi az, amit kérnek, csak megérkezik ilyen csoda gyógyítótól. Erők, energiák, magasabb intelligencia, megnyitják a csakrákat, egyéb ilyen kifejezések, de nem tudják, hogy mi az az erő, ami megérkezik, de az biztos, hogy nem az Isten. Nem is egyszerűen fizikai, kémiai erő érkezik meg, hanem valami vagy valaki, és hogy onnantól kezdve már kinyílnak a kapuk a gonosz előtt, és rengeteg zavart okoz. Mikor kell valakiből ördögöt űzni, hogyan van a diagnózis, és mi a szertartása ennek? Hát ez egy így mondom, hogy külön tudomány, ami mindenképpen nagyon fontos, hogy meg kell különböztetni a pszichés zavaroktól. Van, amikor egyértelműen látszik, tehát például a megszállottságnak a legfőbb tünetei, amikor például valaki olyan nyelveken beszél, amit nem tanult és nem tud, emberileg nézve. Tehát például az ördögűzéskor mindig felveszik, hogy a hangokat, képet azt nem vesznek fel soha, hanem hangokat, és sokszor olyan ilyen régi, ősi, kihalt nyelveken beszélnek, vagyis a gonosz lélek megszólal a megszállatton keresztül, amit az ember biztos, hogy nem tud. De van, amikor latinul, vagy valamilyen más nyelven, ami amúgy nem tud megszólalni ezen a nyelven. A másik olyan ereje van, ami megint az emberségéből nem fakad.
Például Amartya is leírja, hogy valaki a padok alatt úgy ment, mint a kígyó, ilyen perisztaltikus mozgással, de nagyon gyorsan. Vagy 5 éves kislány megfogta egy templomi padot, így félkézzel, és így a plafonhoz vágta. Vagy valaki a széken ül, imádkoznak ért, és székestül felemelkedik. Tehát olyan erő, ami biztos, hogy nem emberi erő. Tehát ez egyértelmű utalásra, olyan tudás, ami biztos, hogy nem tud. Tehát például egy okult személy, egy igazi okult jósasszony, az tudja a jelent és a jövőt. Mivel a gonoszszal kapcsolatban van, a gonosz pedig átlátja a történelmet, ezért meg tudja mondani pontosan az igazi okult személyt, hangsúlyozom, mert vannak ilyen műkedvelők, vagy akik ki tudja, hogy most miért, vagy hogy csinálják, de hogy akik a gonoszszal kapcsolatban vannak, meg tudják mondani a múltat. Például az ördögűzés előtt, a ördögűzés még elvégzi a szentgyónást, ha valami kimarad, a gonosz egyből hozzávágja. Tehát egyből felsorolja, hogy mi marad ki a szentgyónásából. Vagy például mi megdöbbentő, megint ördögűzésekből, hogy ez is egy kérdés, majd a Halloweennél is előjön, hogy a halottak most visszajárnak, vagy nem járnak. Sok emberben az ilyen kétség, meg hallott, hogy a szerettei visszajöttek, mit tudom én, jelet hagytak, tévét kibekapcsolták, kertkaput csapkodták, tehát különböző jeleket. És például ördögűzéskor, ez a Francesco Bamonte, most ugye a főördögűző Rómában, az Ördögűzők Nemzetközi Szövetségének az elnöke, hogy például, hogy az ördögűző imádkozik, és közben vannak körülötte emberek, akik imádkoznak, de ők nem szólhatnak a gonoszhoz, csak az ördögűző. És volt egy női úgymond áldozat, és ilyenkor, amikor a megszállottság állapotában van, mind az arcát, a nyelvét, mind a gonosz uralja. Ez egész testét és a pszichét, a lelkét nem. És például, hogy az egyik segítőnek nem olyan régen halt meg a felesége, és ez a nő ugyanazon a hangon megszólalt, mint ennek az embernek a felesége. És olyanokat mondott el, amit más biztos, hogy nem tud. Emlékszel, drágám, amikor azon az estén sétáltunk, és amikor együtt voltunk, amikor azt mondtad nekem, és a férfi tudta, hogy ezt senki más nem tudja. És ugyanazon a hangon, és már ment volna oda, és az ördögűző áj, ezt az ördög csinálja. Tehát ez a fajta tudása is, és hogy sokszor gyakorlatilag, de képeket is megtudnak az elhunytjainkról, képet meg tudnak jeleníteni, tehát sok olyan jelet tudnak adni, ami természetes úton nem magyarázható. Ugye a parapszichológiához csatolják, ami megint olyan, hogy nem tudják magyarázni, de ez úgynevezett préternaturális erő. És hát gyakorlatilag ebből akkor a szentségektől való iszonyat, tehát például oltári szentségtől, imádságtól, hogy bemenni templomba, szentelt víztől való félelem, nem is beszélve a szentgyónásról, tehát ha a keresztet lát, akkor nagyon dühös lesz, ideges lesz, elkezdi köpködni. És hogy még ezek lehetnek pszichés betegségek is, mert egy skizofrén is láthat sok mindent, tehát az a betegséggel jár. És ezért nagyon fontos az ördögűzésnél, hogy van az úgynevezett diagnosztikai ördögűzés. Ami azt jelenti, hogy valakin ördögűzést végezzenek, mindenképpen szükséges, hogy erkölcsi bizonyosságot nyerjen az ördögűző arról, hogy ez valóban a gonosztól van. Például van, amikor ott van a pszichiáter is, a pszichiáter azt mondja, hogy ilyen és ilyen betegsége van, ördögűző, mivel valami okult dologban részt vett, megvan a gyanúja annak, hogy ez a gonosztól van. De egyiken se tudják tulajdonképpen. És akkor az ördögűző elkezd imádkozni magában, és kéri az Urat is, hogy tudja megszólítani a gonoszt, és kéri az Istent, hogy buktassa le a gonosznak a jelenlétét, aki legtöbbször úgy rejti el magát, hogy mindig a sebekre őr rá. Sokszor mondjuk, hogy valaki sebzett, a sebzettségben ott sok fájdalom van, de nem a fájdalom a legrosszabb benne, hanem egy sebzett ember az bizalmatlan. És az ősbűnnek is az alapja, mert szinte minden bűnnek a bizalomhiány. És a gonosz ide ül rá, és így súgja, hogy vigyázz, ne bízzál meg az emberek ilyenek, ne bízzál meg a papban, ne bízzál meg ezekben, ne bízzál meg az egyházban. És persze van tapasztalata akár papról, vagy a szülőkről, hogy milyen rosszak voltak, elhiszi neki, tehát így működik a hazugságatja. De például kelthet ugyanolyan tüneteket is, mint a skizofrénia. És ugyanúgy látomásra, amikor az ördögöző elkezd imádkozni, és akkor például mondja úgy mentálisan, tehát nem nyitja ki a száját a megszállottnak, hogy Jézus nevében parancsolom neked, hogy térdelj le a keresztelőt. Mindig van a hátán az ördögűzőnek kereszt és Mária kép.
és akkor a nyugtalan lesz a személy, és azt mondja, nem térdelek. De ezt, amikor latinul mondja az ördögöző, akkor latinul mondja. Aki soha nem tudott latinul, vagy angolul, vagy olaszul, vagy bármilyen nyelven. Akkor megint magában, Jézus nevében parancsolom neked, hogy térdel le a kereszt előtt. Akkor elkezd köbdösni a kereszt felé, és ordít is, nem térdelek. És mivel ő ezt nem hallhatta, meg ideges lett a keresztre, ezért már a hivatalos szertartás, van egy szertartás könyv hozzá, hivatalos szertartás kezdik, vagy volt olyan is, hogy például felemelkedett székre és a plafonig, és a pszichiáter látta, hogy ilyen betegség nincs. Vagy adott neki nyugtatót, és mondta a pszichiáter, hogy ettől egy elefántnak el kell aludni, és annál intenzív vagy aktívabb lett a személy. Tehát mindenképpen imádkoznak, és azért, hogy a gonosz lebukjon, az Isten buktassa le, és amikor ez kiderült, megvan az erkölcsi bizonyosság, akkor a szertartás könyv szerint haladnak, és annak megvan a menete, hogy az tulajdonképpen egy szentelmény az ördögűzés, amikor nem csak az ördögűz, hanem az egész egyház imádkozik, és Jézus nevét segítségül hívja, hogy ezt az embert szabadítsa meg a megszállottságtól. Milyen gyakori, hogy ilyen ördögűzésre van szükség? Az igazságra nehéz válaszolni azért, mert ahol már gyakorolják, például a Bamonte atya, tehát ő 1000 számra, vagy Gábriel Amor, tehát ő már meghalt, vagy volt, aki az ördögűző képzést végezte, tehát a Matteo de Meu, ő a gyóntatásról beszélt, akkor egy Dél-Olaszországból is jött egy, aki amúgy jogászpap és ördögűző, hogy ahol van ördögűző, és ezzel foglalkoznak, ott kibukik, tehát előjönnek a betegségek, és az, ahol nincs ördögűző, ott pedig ez a Francesco Bamonte így fogalmazta meg, hogy ezeket az embereket a vágóhídra küldjük. Vagy szegények éreznek valamit, hogy valami baj van, de mivel nincs ördögűző, ezért megint mennek ilyen gyógyító, olyan gyógyító, rejké, és ismerek olyat is, aki elős skizofrén volt, orvosilag megállapítva, és engem csak azért kértek meg, hogy menjek be, mert a rokona nem mert, fél tőle, mert elég rosszul nézett ki, és ha beszélt és mondta, hogy 30 évig neki nem volt semmi baja, és hogy 30 év után, amikor elment ez a gyógyítóhoz, akkor mondom, ne haragudjam, akkor hagyj érdeklődjem meg, hogy volt családja, rendesen, semmi baja nem volt, és amikor elment ilyen gyógyítóhoz, utána érezte, hogy valami zavar van benne. Elment a következőhöz, és utána orvosilag diagnosztizált, egy súlyos skizofrén beteg lett, és nagyon eltorzulva, akkor vittem neki egy irgalmas Jézus képet, leszagadta a falról, mondom, testvérem, ezt itt hagyod. És imádkozunk az irgalmasság rózsafűzért, és már nem tudom hány év óta, 10-10, nem tudom most pontosan, éjszaka nem aludt. Tehát éjszaka mindig fent volt, reggel 8-kor lefeküdt, és olyan ebéd körül felébredt, és akkor éjszaka először tudott aludni. És hogyha úgy nem gyógyult meg az igazság, nem is találkoztam vele, de vagy hogy mi lett vele, de utána elvégezte az életgyónást, tehát hogy ugye az Istenhez, csak itt is látszik, hogy, és persze mondom, orvosilag megvan a kórkép, de mivel nincs ördögűző, ezért gyakorlatilag csak ördögűző végezhet például ezt a diagnosztikai ördögűzést is. És ahol nincs ördögűző, ott, hogy most ki van megszállva, ki nem, ezek vagy a pszichiátrián vannak, vagy börtönben, vagy öngyilkos lesz, vagy ilyen mindenféle okkult dolgokhoz járnak. Tehát ahol van ördögűző, ott egyre többen előjönnek ilyennel, ahol nincs, meg ott nincs is, mert nincs, aki megmondja, hogy most ez mi. És a gonosz külső jegyeket is hagy az ember testén. Előfordult olyan, ahogy olvastam, hogy megjelentek például különféle ilyen kaligráfiák, számok. Igen, hát van a megszállottság, amikor a gonosz magát, az embert birtokolja, a testet és a pszichét. Tehát a lelket azt nem, azt csak ha úgy hal meg a halála után, birtokolhatja, aki elkárhozott személy, de van olyan például, amikor kívülről zaklatja a testet. Mint ha valakinek van egy ház, és kívülről ház falát mindenfélével összefestené, és hát itt erről sok fényképet mutattak, ahol különböző, úgymond ilyen címerek, a gonosztoknak vannak ilyen különböző címerei. És ahány fordított kereszt van benne, annál nagyobb rangú, vagy annál nagyobb rangú ilyen bukott angyal. És hogy érdekes, hogy sokszor ezek orvosilag nézve, tehát kívülről vannak ilyen véres vonalak, tehát mintha karcolva lenne, de nem kívülről, hanem belülről. Vagy a 666 is megjelenik, csak úgy pont a tükörképe látszik, mert belülről van belé írva, idézőjelbe, és ezek el is tudnak tűnni. Tehát valaki elmegy orvoshoz, és akkor hirtelen eltűnik, tehát nincs semmi. De vannak is, amikor ilyen tűszúrások vannak, például itt zaklatja az embert, különböző
ilyen fájdalmakat érez, és amikor nézik, akkor nincs semmi baja. De lehet olyan is, amikor a környezetet, például a környezetre van hatással, amikor ilyen nevetések, kacogásokat hall, lépteket hall, akkor hirtelen sok lesz az egér, a patkány, vagy a macskák is nem magyarázható, vagy mozognak a szekrények, vagy így nyikorognak, és hogy nincs földrengés, csak a szobában bizonyos szinten mozognak dolgok, akkor megjelennek akár így személyek, tehát képeket lát, vagy például valaki alul kihúzzák a lepedőt. És azt látja, hogy a lepedő elmegy, és hogy nincs a végén senki, legalábbis látható alak. És ezek igazából kibírható dolgok, nem is fájnak, de nagyon rossz érzés. Ha valakinek ezt elmondja, akkor bolondnak nézik. Ha ebben marad, akkor meg egyszerűen megőrül. És ez is a gonosznak egyik ilyen rendkívüli tevékenysége, vagy például a szobában az ördögőzőket szokta ezzel így idézőjelben megajándékozni, hogy ilyen vastagon emberi csontreszelékkel van tele a szobája, mire hazamegy. Tehát sokféle ilyen jel, amikor kívülről hat. Ezek sokszor nem fájdalmasak, de az idegrendszer, tehát az ember az őrületbe tudják kergetni, és úgy őrül meg valaki, és hogy és volt, akit már küldtem orvoshoz, hogy menje el, nem egy skizofrénia valamit, tehát ez szakember, és volt háromszor is elment, és egyszerűen az orvos, hogy semmit nem tudnak megállapítani, és mégis ilyen rendkívüli jeleket tapasztalt, és hogy orvosilag nem kimutatható, hogy nem tudtak vele mit kezdeni. Tehát akkor leszögezhető, hogy ez egy nagyon-nagyon veszélyes dolog, és mint a beszélgetés elején szó esett róla, ezek a kapuk, ha kinyílnak, ha kinyitjuk, akkor magunkra hívhatjuk a bajt, és a Halloween-ről is szó esett, ugye október 31, mint a sátán legfőbb ünnepe. Ehhez képest Halloweenkor az óvodákban kis tököket festenek, tököt faragnak, és egy ilyen ártalmatlan kis mókának, játéknak tűnik, ablakokat földíszítik ilyen kis boszorkány figurákkal, tehát egy ilyen játékos, ilyen népi hiedelemnek tüntetik fel, mondván, hogy ez egyfajta kelta hagyomány, amit egyébként a kereszténység is ötvözött, hiszen a halottak napja minden szentek ezért van. Ehhez képest az elmondottak tükrében ez egy teljesen más. Hát igen, és a másik pedig, hogy sokszor ezekben is a Halloween-nél ilyen zavaró, tehát hogy amikor megint a gonoszról beszélünk, akkor sokszor ő zavar támaszt. Tehát amikor a sátán vagy a diábolos szó is azt jelenti, hogy elválaszt, zavart kelt, hogy például maga a Halloween szó is, all az a hallow eve, ez a réges kifejezésben, vagyis minden szent embernek az estéje. Tehát gyakorlatilag a név az maga minden szenteknek a megnevezése. Maga a hagyomány, az pedig a kelta hagyományból ered, és ott is több mindenből, mert volt az a sauni ünnep, amit ők hát ünnepnek nevezte, a legfőbb ünnep, ez volt számukra a keltáknál az új év. Ami azt is jelentette, hogy a napistent ilyenkor a gonosz és a sötétség elfogja, és ilyenkor a nap eltűnik, és ekkor van az a nap, amikor az elmúlt évben elhunyt lelkek, amikor mennek át a túlvilágba, de ezen a napon szinte a két világ összeér, és a túlvilágból viszont visszajönnek a halottak. És persze területenként ez változott, hogy hogyan, de mindenképpen ilyen szellemjárások vannak, akkor ilyenkor visszajönnek démonok, tündérek, tehát többféle ilyen legendák, minden keverednek egymással, meg hit, legenda, tehát egy elég ilyen összetett zavaros, ami a lényeg, hogy mindenképpen szellemek vándorolnak, akkor például ilyenkor volt, ahol bemutattak emberáldozatokat, azért, hogy a szellemek ne ártsanak, valahol például különböző szertartásokat mutattak be, vagy beöltöztek külön ilyen rémisztő, ilyen szörnyeknek, meg nem tudom is miknek, hogy megijesszék a halott lelkeket és elmenjenek tőlük, de mindenképpen ez a halottak világával, de ebbe belekeveredik a démoni világ, a boszorkányok, a rossz tündérek, meg tehát ez a fajta kép. Utána, amikor a Római Birodalom elfoglalta a kelta részt, tehát felment Nagy-Britanniáig, akkor még ez a római halott kultusz is keveredett vele, és tulajdonképpen az angol szászoknál alakult ez ki, utána jött a szimbólum, maga a töklámpa, ami megint eredetileg valószínű, hogy mivel hogy vége volt a mezőgazdasági munkáknak, ezért ugye a termékenységhez, meg ez mint háladásként jött elő, maga a tök, de van ez a Jacknek a legendája, amikor egy részek kovács ez a Jack, aki hát elég rossz ember volt, és a gonosz többször meglátogatta, egyszer el akarta magával vinni a pokolba, és ő
rábeszélt a gonosz, hogy vegyen már le egy almát a fáról, megint előjönnek ilyen akár biblia elemek is, gonosz felmászott és rajzolt egy keresztet a fának a törzsére, és a gonosz nem tudott lejönni, és addig próbálta a gonosz, hogy megnyerje magának, hogy megígérte, hogy nem fogja elvinni a pokolba. És amikor ez a Jack meghalt, akkor a mennyországban nem fogadták be, azért, mert hát rossz ember volt, a pokolban meg a gonosz nem merte befogadni, mert látta, hogy még az ő eszén is túljár, és ezért, és megint ír Töklámpának ez a fajta legendája, mondom, több szál is van, meg több legenda is, hogy a pokol tüzéből vett ki egy darabot, és azt az akkor ilyen svéd, ilyen karórépa, ilyen takarmány répát, azt vált ki, abba tette ezt a pokolból vett fadarabot vagy tüzet, és azért kapta, hogy megtalálja vissza az utat az élőknek a birodalmába. És a legenda szerint ebből lett ez a tök, eznek a legendája, vagyis hogy a tököt kiválják, és közben beletesznek egy gyertyát és világít, és gyakorlatilag ilyen hátterek vannak mögötte. És utána Amerikában nem ezt a takarmányrépát használták, hanem ezt az ottani fajta sütőtököt, ami sokkal könnyebb faragni, kiválni, de a szokásokból benne tartozik, hogy felöltöznek boszorkánynak, démoni erőknek, de van, hogy gyerekek házról házra járnak, és cukrot kapnak, tehát több minden keveredik, akkor ugye halottak napja, ez a szomorúság ünnepe, meg a minden szenteket is annak tekintik, és előtte ilyen bulizós nap, és hát sokszor, amit itt Magyarországon is átvesznek, annak már nem sok köze van, szinte semmi egyik hagyományhoz sem, hanem hogy átvették, és a média révén terjedte ez el, de már úgy jött át hozzánk, hogy Amerikából átvettem, és az angol száz eredeti hagyománya jött át, és hogy gyerekek tököt faradnak, és hát kézi munkának is ilyen milyen jó dolog, beleteszik a lámpát, akkor közben felöltöznek boszorkányra, de közben cukrot is kapnak, tehát egy ilyen zavaros valami lesz, olyan szimbólum, amit nem tudják, hogy ez miből van, de ezek a szellemek, a gonoszok, a démonoknak a járását jelentette akkor, meg hogy azt elijeszteni, hogy a Jack legendája alapján pedig pont a pokoltól kapta ezt a tüzet, ami benne van, de és hogy és persze ilyenkor csinálnak bulikat, meg nem tudom, ilyen táncos, meg ilyen sütemény, és bulikat óvodába, és ez önmagában nem is lenne ártalmas, csak van egy szimbólum, ami bejött, és nem tudják, hogy mi az. A másik, ami még veszélyesebb, mert hogy jó, faragjanak tököt, meg egyenek süteményt, tehát ettől úgy nem esik baj az emberiségen, hanem amitől elveszi a figyelmet, ami az ünnepnek az igaza, az igazi lényeg, és a Halloween is ezt jelenti, a minden szentnek az ünnepe. És hogy a halottak nem visszajárnak, itt már visszajönnek, hogy a halott lelkek visszajárnak, meg hogy különböző, nem tudom, kántálások, szertartások, hogy a rossz lelkeket azok visszamenjenek, és a tanításunk szerint, hogy a halálunk után külön ítélet, ha valaki teljesen ellenem mondott az Istennek, megáltalkodott, akkor a pokol, a legtöbb ember a tisztulás állapotában, ami a gyógyulásnak az állapota, akik pedig úgy haltak meg az életszentségben, ők pedig a mennyországba kerülnek. És onnan nincs hazajárás, nincs vándorlás, nem jövünk haza tévét kapcsolgatni, hanem az Istennél vannak, és a szentek közössége imádkozik egymásért. És hát ennek az ünnepnek is az eredete, hogy IV. Bonifác pápa, amikor Hadrianus császártól visszakapta a Pantheon, ahova minden Isten bevittek, amit a hadjáratok során összegyűjtöttek, akkor ő ezt a sokféle istenséget meg szobrot kirakta, és sok vértanak a csontját vitték be ebbe a felszentelt templomba, és 609. május 13-án szentelte fel, akkor Szűz Mári és az összes vértanú tiszteletére. És tudjuk, hogy a Szent Márton volt az első szent, akit nem vértanú szentként tiszteltek, hanem aki már úgymond nem vértanúként lett szent, és később a harmadik Gergely pápa, ő már a minden szenteknek a templomává tette, vagyis hogy minden szentet ünnepelt, és utána IV. Gergely pápa, ő pedig már a november 1-ét jelölte ki a minden szenteknek az ünnepére. És amit már említettem, hogy a sátánista egyházban, a kultikus sátánizmusnál, pedig ez az éjszaka az a legfőbb ünnep, amikor embereket áldoznak, és a gonosznak való önátadásnak az éjszakája, és ilyenkor van a legtöbb a megárkozni embereket, meg ez az a fő ünnepük.
Nem árt ezzel tisztában lenni, sőt azzal sem, hogy még más veszélyek is leselkednek, és leginkább a fiatalokra, a gyerekekre, hogyha sorolok egy pár nevet, fogalmat, Charlie, Momo, Kékbálna, Bloody Mary. Ezek az interneten terjednek, tulajdonképpen webes kihívásoknak lehet összefoglalóan nevezni, ezek is igen károsak. Szerintem menjünk végig gyorsan mindegyiken, hogy mit is jelentenek ezek. A Kékbálnát talán a legtöbben ismerik. Igen, ezeknek a lényege, hogy főleg ilyen 8-10 éves gyerekeknek jelenik meg. Megjelenik azt jelenti, hogy például egy felnőtt bekapcsolja a számítógépet, a telefont, nekünk sohasem fog megjelenni. A számítógépet azt tudják, hogy hány éves korú gyermek, fiatal használja, és hogy jön egy üzenet, és hogy mindig egy személyre szólóan, és például a Kékbálnánál is 50 feladat volt, amit teljesíteni kellett. És ami a fenyegetés, meg a zsarolás, hogyha ezt nem teszi meg, akkor vagy ő, vagy legfőképpen a szülei közül valaki reggelre meghal. És először ilyenek voltak, hogy lopjál a boltból egy csokit. De le kellett fényképezni, és mindig vissza kellett küldeni a fényképet, vagy a kisfilmet. És utána ezt egyre jobban emelték a tétet, és például kelj fel éjszaka, és 4 óra 15 perckor nézzél meg egy horrorfilmet. Én beszéltem egy fiúval, akinek 2 kellett megnézni, szegénynek, hogy nehéz volt felkelni, meg ebben egy gyermek is 8-14 évesről van szó, akinek még mind az idegrendszere is eléggé fogékony, meg hát úgyis, mint gyermek, mint fiatal kamasz, és hogy éjszaka nézem meg 2 horrorfilmet, amikor keveredik számára az álmosság, az állami és a valóság. És az utolsó pedig az, hogy rajzolj magad olyan bálnát, vannak is ilyen, hogy karcolj a testedbe bálnát, akkor csonkítsd meg magad, több helyen már ilyenkor vették észre, és ekkor állították le, és az utolsó, hogy menj ki a tetőre, és akkor ugorj le. És ha leugortál, ha öngyilkos leszel, akkor sikeresen teljesítettél minden feladatot, ha nem, akkor mi segítünk. És nem mennek szólni a szülőknek, mert attól félnek, de ez a Big Brother, aki mindent lát, mint hogy lenne egy valamilyen valaki, aki mindent lát, és ha elmondom a szülőknek, akkor az édesanyám reggel halott, és vannak is ilyen fényképek, vagy ilyen YouTube-os bejátszások, hogy valaki ilyen tanúságtevő, hogy valaki azt mondja, hogy én nem hallgattam a Kékbálna szavára, és ezért, és ott van egy véres kép, hogy ott van egy asszony a fürdőkárba, és tiszta vér minden, még a plafon is. És hogy így járt az édesanyám. És egy megint 8-14 éves korú gyermeknek szegény, tehát meg van döbbenve, és mivel nem mer beszélni, csak egy pár iskolában volt, hogy diákonak tartottam előadást, volt ott szülőknek, a gyerekek mind ismerték, a szülők hallottak róla, vagy még a Kékbálnáról a legtöbbet, de a többiről nem tudták, hogy mi az. Akkor menjünk végig sorban, következik mondjuk Bloody Mary. A Bloody Mary az is egy sátán idézés, és hogy ezeket ez a mély internetből jön elő, ez a dark, az a sötét, amit nehéz ellenőrizni, és hogy most kimozgatják, de valószínűleg sátánista szekták, hogy a Bloody Maryben is, a Bloody Mary, ez a véres Mária, találgatják, hogy most honnan ez a név, nem is ez a fontos, hanem éjszaka oda kell menni a tükör elé, vahogy csak úgy a sötétben van, ahogy gyertyával, és 3-szor kell mondani, hogy Bloody Mary, gyere elő. Itt megint a Bloody Mary, hogy egy egyszerű névnek tűnik, persze benne van, hogy a véres Mária, és hogy de ez a sátánnak a megidézése. Csak más néven szerepel, és volt, beszélgettem gyerekekkel, volt, aki ezt csinálta, de nem jelent meg, és volt, aki mondta, hogy neki megjelenik, és ez a lényeg, hogy egy horrorisztikus női alak megjelenik a tükörben. És úgy, mint a tükörből néz rám valaki. És ezt a gyerekek félnek is tőle, jópofának is tartják, de amikor kérdeztem osztályban, mindenki ismerte. Csak volt, akinek nem jelent meg, volt, akinek megjelent. És a következő alanyunk, Momo, egy eléggé szörnyű figura, már így arcra, már azt lehet arcnak nevezni, ez is egy ehhez hasonló jelenség. Hát aki ezt megnézi interneten, ez nem is tudom mihez hasonlítsam, egy ilyen szörny valami, aminek ilyen csirkelába van, valami nagyon torz, ijesztő szülemény. Ezt egy japán kiállításra tervezték, nem tudom mi volt a célja ennek, de elég ronda valami, ezt lopták el, ennek a képét,
és ez is úgy bejelentkezik, hogy valaki mondjuk a telefonon játszik a gyermek, feljön ez a kép, ami mondom nagyon ijesztő, és a megszólal, és azt mondja, hogy mindent tudok rólad. És ami még ijesztőbb, hogy néven szólít. Például azt mondja, hogy József, tudom, hogy ki vagy, és tudom, hogy a foglaláró hat szám alatt lakol. Mindent tudok rólad. És valamikor a Facebookról nem tudom, honnan szedik le a képet, de mi képet is küld róla, hogy tudom, hogy ki vagy, az arcodat is ismerem. És megint vannak feladatok, már nincs annyira megszervezve, mint a kékbálnál, hogy 50, meg a kékbálnánál rajzolni kellett egy bálnát, és onnan tudták, hogy aki öngyilkos lett gyermek, és találtak a füzetben ilyen kékbálnát, az valószínű, hogy emiatt lett, de momonál már nincs ilyen. Tehát gyermekkel valami történik, most baleset volt, öngyilkos lett, tehát nincs jel az, hogy most mi lett vele, de ugyanez, és ugyanúgy működik, és itt is feladatok vannak, és a momó azt mondja, hogy ha nem teszed meg ezt és ezt, éjszaka ott megjelenik az ágyad mellett. És majd nézik a képet, itt a bejátszásból, akkor fogják látni, hogy valaki mellett ilyen megjelenik, és megint 8-tól 14 éves korú gyermekig, az elkezd rettegni, és a szüleinek nem mer szólni. Már találkoztam, a szülő szólt, hogy a gyermek megváltozott, egyszerűen fél, nem mond semmit, de reszket, és hogy nem tudják, hogy mi lehet az. Ez tényleg ördögi, miként a Charlie is, ami amúgy egy egyszerű játéknak tűnik. A Charlie már volt egy olasz ördögűző, már fejlesztette internetre, már szólt a legfelsőbb hatósághoz, hogy tegyenek valamit. Megint egyszerű játék, van egy A4-es papír, ez a yes, no, ezt kell felírni. Kétszeruzát, vagyis az a feladat szerint van, és akkor kétszeruzát így keresztalakban tesznek, és akkor azt kell mondani, hogy Charlie, ha itt vagy, akkor mutasd meg magad. És a ceruza elmozdul, itt van a yes, yes, és hogy mind a kettő elmozdul, és a yes irányba mutat. És ami a gyerekek élvezik, mert mondtuk, és a ceruza elmozdult. És olyan jópofának tűnik, és amikor kérdeztem, hogy mitől mozdult el a ceruza? Hát mert mi azt akartuk. Mondom, akkor az órámat valamit tegyetek már mást is állébe, akkor mozogjon már más is. És hát azt nem tudják. És igazából a Charlie megint nem más, mint a sátánnak a megidézése, de Charlie néven. És amikor azt mondja, hogy Charlie, akkor gyakorlatilag így lefordítva, sátán, mutasd meg magad, és kérlek, megidézünk téged, és mutass jelet, hogy itt vagy. És utána a gyerekek hogyan változnak meg? Nehéz követni. Volt, aki például arról számolja, hogy gyermek, hogy ő látja a halottakat, látja az angyalokat, meg mindenkinek az angyalára, ott ül a vállán, meg ott ül mellette, és hogy hívják ezt az angyalt, aki a saját angyala, Charlie-nak. És mondom, esetleg ilyen játékot játszottál-e, és hát többször is. De amikor iskolába kérdeztem ezt a gyerekek, beszéltem New Age, mindenem, hogy csak ültek, mondom, Charlie, jelentkeztek, hogy ne ismerjük, persze, játszottak, igen, elmozdult a ceruza, el, persze, hogy el, úgy örültek, hogy van közös témánk, amit ők is ismernek. Szülők, tanárok csak néztek, nem is hallottak róla, hogy ilyen van, majd hallottak és nem tudták, hogy mi ez. De ez kifejezetten a gonosz hívja segítségül, és megint ami ezt elmozdítja, nem fizikai erő, hanem az a préternaturális erő, amiről már beszéltem, és hogy kit milyen fogban ragad ez meg, vagy kinyit valaki valamilyen kaput a gonosz léleknek, és volt, aki arról számolt be például, hogy gyerekeknek beszélt az Istenről, és a gyerekek egy idő után azt mondták, hogy atya, mi a pokolba akarunk kerülni, mert a sátán ő sokkal jobb. És most ilyenkor beszélünk a teljes búcsóról, meg minden szentekről, és nem tudni, hogy, és megint a gonosz kihasználja azt a sérült családokat, az, hogy egyre kevesebben a szülők is nem járnak templomban, vagyis Isten képük nincsen, az Istenről nem tudnak semmit, vagy keveset, az is sokszor torz, és utána pedig a gonosztól pedig megjelennek ilyen játékok, ilyen jópofának tűnő dolgok, de ezek nagyon veszélyesek, és a gyermek nem is tudja, és játékból is elmozdult, akkor megmutatja a barátjának is, és eljátsza többször is, hogy nézd meg, nekem elmozdult a ceruza, te meg mondasz valami más, találsz ki egy nevet, és neked nem csinál semmit, mondom, hogy Charlie is elmozdul. És ezzel behívják a gonosz lelket, és azt tényleg nem tudjuk sokszor, ez hosszú távon, ez most mit végez benne, van akinek ilyen látványos,
van, aki az Istentől eltávolodik, de mindenképpen gyakori, interneten rajta van, a gyereknek automatikusan előjön, és hát a momó, a kékbálna az egyértelműen az öngyilkosságba kergeti a gyermeket, ez pedig a Vladimiri meg a Charlie, az pedig a gonoszt idézze meg és hívja segítségül. És azt hiszem, itt nagyon fontos a szülőknek a felelőssége, hogy ha ugyan a gyermek nem is árulja el, hogy mivel szembesült, azért egy odafigyelő szülőnek talán nagyobb esélye van arra, hogy ezt elkerüljék. Megmondom őszintén, kedves nézőink, hogy egy párszor nekem megborzongott a hátam, amiket Józsi atya mondott. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy mindezeket megtudhattuk, és nagyon fontos, hogy ezzel merjünk szembesülni. Köszönöm szépen, hogy itt volt Józsi atya, dicsértessék a Jézus Krisztus. Mindörökké, amen. Kedves nézőknek is megköszönöm a megtisztelő figyelmet, dicsértessék a Jézus Krisztus.